Ebben a videóban szeretnék neked átadni két technikát. Az egyiket úgy hívják, hogy menedzser meditáció, a másik pedig maga a keresztrejtvényfejtés bizonyos speciális esetekben. Mind a kettőnek köze van a bal és a jobb agyféltekéhez. Nézzük akkor, mi a menedzser meditáció. Akkor, amikor te elfáradtál a tanulásban a koncentrációdba, akkor tulajdonképpen a bal agyféltekédet használtad nagyon sokáig, megerőltetted. Ezt úgy tudod kikapcsolni, hogy fogsz egy lapot, és elkezdesz a lap közepétől kezdve hullámvonalakat írni, nagyon vigyázva arra, hogy ne menj át a másik vonalba. Akkor, amikor készen vagy az A4-es lappal, akkor megpihentetted a bal agyféltekédet, ugyanis ilyenkor erre ő neki nem kellett odafigyelni, hanem a jobb agyféltekédet használtattad. Ezzel szemben, amikor te keresztrejtvényt fejtesz, akkor pedig a kreatív ötleteket fogod tudni előhívni. Méghozzá miért? Kellene neked egy tök jó ötlet, de hiába agyalsz rajta, az nem akkor jön, amikor az ember akarja. Tehát indítsd el a kérést, hogy szükséged van neked egy kreatív ötletre, majd kezdj el keresztrejtvényt fejteni. Ugyanis most pont az ellenkezője fog történni, a bal agyféltekédet foglalod le, a kreatív ötlet a jobb agyféltekén keresztül érkezik hozzád. Mind a kettő nagyon egyszerű, jó leső érzést kelt benned, úgyhogy próbáld ki, semmit nem veszítesz vele, de én tudom, hogy működik. Ha szeretnél további hasonló tanácsokat kapni tőlem, akkor ne felejts el feliratkozni a YouTube csatornámra, mert hogy mindig fogsz akkor értesítést kapni, ha jövök valami új dologgal.